A MÁV előre elleni hazai mérkőzéssel fejezte be az alapszakaszt a nyíregyházi együttes. Bár a házigazda 2-0-ás hátrányba került, fordítani tudott, és 3-2-re megnyerte a találkozót. Az alapszakaszt a Vasas Óbuda nyerte veretlenül 14 győzelemmel. A 3-9-5-ös méleggel záró csapat mögött a nyíregyháziak 7 győzelemmel és 7 vereséggel 5-ként végeztek. Nálunk azt kell, hogy mondjam, jól sült el az edzőváltás, hiszen nagyon fontos mérkőzéseket sikerült behúzni, viszont voltak mellette vereségek is. Egészen a két fordulóval a vége előtt még nem volt biztos, hogy a 3., 4., 5. hely közül melyik lehet a miénk. Így már az utolsó fordulóban biztos volt, hogy az 5. helyen végzünk, de még egyszer mondom, annyira sűrű a mezőny, hogy én azt gondolom, hogy a 2., 3., 4. és 5. csapat közel hasonló erősségű, viszont komoly lélektani előny az, hogy megvertük pont azt a MÁV előrét, akivel fogunk játszani a playoffban. Általában a playoffokban a 4. és az 5. hasonló játékerőt képvisel. Náluk van a pályaelőny, viszont nálunk van a lélektani előny, hiszen egy 0-2-es vesztett mérkőzést hoztunk vissza 3-2-re, még ha ez már a vége számolásnál sokat nem nyomott alatba. Még egyszer mondom, nagyon hasonló játékerőt képvisel, talán a pillanatnyi forma a napi teljesítmény fog dönteni, de nem lehet más a célunk, mint átverekedni magunkat a MÁV előrén és a legjobb 4-be jutni. A Magyar Kupában már a legjobb 4 között vannak a nyíregyháziak. A döntőbe jutásért a Békés Csaba lett Adrián Csilinszky együttesének ellenfele. A Békés Csaba ellen ugye jól jöttünk ki az alapszakasz során, de ez egy kupa mérkőzés lesz, egy oravisszavágós párharc, ugye itt a kupa elődöntőt előre úgymond lejátszák a csapatok. Hazai pályán kezdünk, ez lehet előny és hátrány is, de talán a forma egy picit mellettünk szól, illetve a hazai pálya előnye is itt van, úgyhogy szeretnénk egy magabiztos győzelmet, de leginkább egy győzelmet aratni, hogy úgy tudjunk visszamenni Békés Csabára, hogy ki tudjuk vívni a továbbjutást, és akár kupa döntőt is tudjunk játszani. Az biztos, hogy a Békés Csaba ellen nem játszhat László Alexandra, akit a MÁV előre elleni meccsen le kellett cserélni, és mint kiderült, fáradásos törés szenvedett a lábfejében. Ugye a sérüléseket nem lehet kiszámítani, sajnos ez pont akkor jött, amikor már a játékos igazolási határidő lejárt. Van viszont egy úgynevezett medical joker lehetőség, ami az adott esetben a sérült játékos pótlására lehetőséget biztosít a csapatoknak, viszont miután magyar játékosról beszélünk, ezért a magyar piacon ilyenkor igazolni majdhogy nem lehetetlen. Ettől függetlenül felvettük a csapatok képviselőivel, illetve a játékos ügynökökkel a kapcsolatot, és megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ha találunk olyat, aki érdemben tudja pótolni Sasit, akkor fogunk. Ha nem, akkor a saját utánpótlásunkból és a saját játékosainkból próbáljuk házon belül megoldani. A Fátum Nyíregyháza Békés Csaba Magyar Kupa elődöntő első mérkőzését pénteken 18 órai kezdettel játsszák a Continental Arénában. A visszavágót jövő szerdán rendezik. A másik ágon a Vasas Óbuda és a Kaposvár küzd a döntőbe jutásért.